És hát egy zseniális cikk, ami, ami tényleg e, átolvasva elképesztő, egy kicsit karikíroztak egy komoly témát. E, volt egy közlemény, ami e, azt találta óriási eredménynek, hogy a női fizetések 2000, figyeljenek, 2080-ra már utol is érheti a férfi fizetéseket, de ha a nők bevetnek három tuti fogást, akkor a bérek már 2044-re kiegyenlítődnek. Kérem, igen, hát a három tudsz Hogy is. A csodába nincs az, hogy a tudást. A tudást fizetjük. Milyen hülyeség az, hogy ezzel nem tud megküzdeni ez a társadalom? Ö, igen, de én amit sokszor hiányolok ebben, hogy, hogy fölmérje valaki is, valaki azt, hogy, hogy miért is kevesebb a női fizetés a férfinél. És tényleg tényleg egyenlő végzettség és képességek mellett is úgy van e. Itt most ö, olyanra is kitér a cikk, hogy... Ö, Na most hogy, figyelj, de hogy, de hogy, most komolyan, a közlemény szerint három ravasz stratégiával hát az az kész, az de most hogy lehet ilyet leírni? De, hogy lehet ilyet leírni? De, de, de nézd meg a három ravasságot. Karrier ugye. stratégiát építeni. Hú. Magasra tett mércével. Igen. tájékozott döntésekkel. Igen. De most komolyan, tehát én azt mondom, hogy ez a cég, aki ezt közölte, az legyen szíves írjon egy újabb közleményt, és, és ne köpje már szembe azokat a női alkalmat, de most tényleg, mert egy nő nem tud karrierstratégia, nem tudja, hogy hogy kéne Igen. magasra tenni a mércét. Tudatosan használni a digitális technológiákat kapcsolatépítésre? Atya ja, úr ők Igen, aztán hát meg a digitális képességek tudatosabb fejlesztése. Azt nagyon nem tudom, szikíj. hogy hogy állnak egyébként ahogy a hölgyek. Mi hogy vagy... állnak? Ez nem hölgy hát ez... meg férfi kérdés. De én ezt nem tudom, ezt el tudod dönteni? Igen. Mondnan ezt így volt. el tudom dönteni. Az, hogy ki fejlesz-e hogy hogy fejlesz tudatosabban a digitális képességet, ez nem arról van szó, hogy én női alkalmazott vagyok, egy vagy férfi. De mindenki. De az, az re, A fejlesztés, igen, az nem... Ja ja, 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 úgy értem, úgy, úgy igen, úgy jogos, hogy mindenki. A meglévő tudásra gondoltam én, hogy Jaj, le, lehet, hogy a hölgyek egy picit ezt hát, így én ebben nem tudok benne biztos. Én nem tudom, én nem, nem most akarok találgatni. Én abba bízok, hogy aki ezt közé tette, az ismeri a statisztikát, és ah, és abból indult ki. Hát, ciki. hogyha nem, akkor, akkor nagyobb a baj, igen. Mint, <laughs> mint így első Kitűnik. Na, van -e még egyéb? Nincs. Én ezzel kilőttem a, a, az egész muníciót. Azt írja Katus, jogosan háborodik fel egyáltalán, hogy tehetik meg, hogy kevesebbet fizetnek ugyanazért a munkáért. Pontosan. Műtetni kéne, a nők olcsóban veszik a kenyeret. Ne, ez Pontosan. így van, hogyha tök ugyanaz Katus egyetért az elvégzett ő. munka, és ami abból szemmel láthatóan kevesebb, azt igen, az ott kéne megfogni valahogy azt a munkáltatót, aki ezt ezt így csinálja, csak nem tudom, hogy ezt ki ellenőrzi, vagy hogy lehet. Hát ennek ez sehogy ez nagyon gáz az egész, Lefő, hogy az az egész társadalom kéne. ebből a szempontból. Nagyon, Erősebben nagyon... és hangosabban kiabálni, bár én úgy látom, hogy azért most, most arra, hogy beérett ez a mozgalom, és így talán van. valami történik. Kiabáljanak a, Kiabáljanak a csajok, a így is van. És, és mi segítünk én... egyébként, többször voltam reggeliben ez a téma, voltak itt női vállalkozók a stúdióban, és beszélgettünk sokszor női vezetőkkel pont erről a témáról. De ezt föl fogjuk még tűzni az ászlónkra, mert tényleg zavaró és butaság. Maradi butaság.